Köszönöm kedves nézőinket, a Jásztrió Televízió apáti hírmondóját látják. Nézzük, mivel készültünk önöknek erre a hétre. Javult a jársági, de javult a jászapáti közbiztonsága. A cél mindenképpen a szubjektív biztonságérzet javítása a településen. Pogácsás Tibor a belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára előadást tartott a jársági települések polgármestereinek az önkormányzatok jövőjéről és várható működéséről. Elkísértük a jászapáti hagyományőrzőket, hogy lássuk, ők hogyan locsolkodnak a helyi szokások szerint. Elkezdődött a tavaszi pontvadászat a megye első futballbajnokságában. A jászapáti csapat a második helyen kezdte a tavaszi idényt. A Jászberényi Rendőrkapitányság 2014 évi beszámolója szerint jelentősen javult a járság közbiztonsága az utóbbi időben. Jászapátin 11 térfigyelő kamerát szereltek fel az elmúlt időszakban is, nagyobb rendőri jelenlétről is számoltak be a városlakók. Idén még 10 kamerával bővül majd a település térfigyelő rendszere, és a lehetőségek szerint továbbra is a készenléti rendőrök segítik majd a biztonsági szervek munkáját. A cél a szubjektív biztonságérzet növelése a településen. Az egész jászság tekintetében 2005-2006-os jónak mondható statisztikák szintjére sikerült visszakerülni közbiztonsági adatokat tekintve. Sikerült megállítani a bűnügyi és közlekedési mutatók korábban tapasztalható emelkedését, mondta egy hónapja a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője. A regisztrált bűncselekmények száma 2013-hoz képest közel 20%-ot csökkent 2014-ben. Ez azt jelenti, hogy a korábbi évek emelkedő tendenciát megfordítva most már 3 éve folyamatosan csökken ezen cselekmények száma. Most én úgy ítélem meg, hogy körülbelül 2005-2006 évi bűncselekmény számokkal tudunk dolgozni. Ez igaz mind a regisztrált bűncselekményekre, mind pedig a lopásokra. Azt gondolom, hogy ez alapján a járság közbiztonsága jónak mondható. A közbiztonság javítása érdekében Jászapátin 11 térfigyelő kamerát szereltek fel a főtéri beruházáshoz kapcsolódva az elmúlt időszakban. Ezek a kamerák HD minőségben vesznek fel, és akár 200 méterről is képesek rendszámot leolvasni. Összesen 11 darab kamerát szereltünk föl a Városközpont fejlesztés projekt keretében. Ebből 5 darab közvetlen a park és a park környezetét figyeli, további 3 darab figyeli a Juhász Máté utcát, illetve a könyvtár épületét, illetve 3 darab figyeli a piasz csarnokot, a csarnok belsejét, az új padozatot, illetve a piasz csarnok területét. Idén még 10 kamerával bővül majd a település térfigyelő rendszere, és lehetőség szerint továbbra is készenléti rendőrök segítik majd a biztonsági szervezetek munkáját. Erre utalt március 25-i stúdióbeszélgetésen is Farkas Ferenc polgármester. Még mindig olyan sűrűn jár a készenléti rendőrség, mint annak előtte Jászapátira, tehát akkor nyilván kellett, szükség volt ahhoz, hogy elinduljon valamiféle változás. Mostanában mi a helyzet? A lehetőségeket kihasználva és nem közölve pontos dátumokat, hogy mikor érkeznek, természetesen kérjük, és a őrsparancsnok úron keresztül is kérelmezzük azt, hogy továbbra is vegyenek részt Jászapáti biztonságának megóvása érdekében. A statisztikák mellett az általunk megkérdezett járókelők többsége is arról számolt be, hogy javult Jászapáti város közbiztonsága az utóbbi időben. Ön szerint az utóbbi időben javult-e Jászapáti város közbiztonsága? Én úgy gondolom, hogy igen, bár jobban oda kellene még figyelni erre a dologra, mert azért vannak még hiányosságok. Ön szerint hogyan lehetne ezen javítani, hogy lehetne ezt fejleszteni? Valószínűleg talán a lakosság bevonásával is lehetne. Éjszakánként akár a polgárőrökön kívül még rendőröket is be lehetne még avatni szerintem. Tehát biztos, hogy lehetne. Nyilván én nem tudom ennek a módszerét, de biztos, hogy van rá lehetőség, hogy még jobban javuljon ez a helyzet. Hát elég biztonságos én szerintem. Miért? Hát több a rendőr is, látszik, éjszaka is járkálnak, sokat találkozok velük. Meg rendesek. Rendőrök is csinálják a dolgukat, úgyhogy meg vagyok vele elégedve. Este járok hazafele én is munkából, akkor is találkozok rendőrökkel, hajnal 5-re járok kidolgozni, a gimibe dolgozom, ott is, tehát hajnalban is látom őket. Napközben is többször találkozok velük.
Ön szerint az utóbbi időben javult a közbiztonság? Igen, javult. Javult. Rengeteget. Miért? Hát azért, mert több készenlétrendőr van, meg sok polgárőr járkálnak össze-vissza lesfel. Így jobb lett. Jobb a közbiztonság. Ahhoz, hogy a Jászság és ezzel Jászapáti is megőrizze a javuló tendenciát, idén a lakosság szubjektív biztonságérzetének jelentős növelésére fektetik a hangsúlyt a térség rendőrei, akik a napokban ismerhették meg új megyei rendőrfőkapitányukat, dr. Urbán Zoltán László személyében. Emellett természetesen továbbra is szeretnék működtetni a már korábban elindult bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programokat, ebben a hónapban pedig a testület is megtárgyalja a közbiztonság helyzetét Jászapátin. Március 27-én Pogácsás Tibor a belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára Jászberénybe látogatott, hogy a jászsági települések polgármestereinek tartson előadást. A prezentáció témája az önkormányzatok működése, jövője és feladatellátási rendszerének változásai voltak. A Jászsági Polgármesterek Klubja rendszeresen tart konzultációkat az önkormányzatokat érintő aktuális és visszatérő kérdésekről. Önkormányzati rendszer megújulásáról. Március 27-én Pogácsás Tibor, a belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára érkezett Jászberénybe, hogy tájékoztatást adjon a jászsági polgármestereknek az önkormányzatok jövőjéről. Önkormányzatok szempontjából, és ez azt gondolom Jászberényben is izgalmas kérdés, még a kisebb településeknél, különösen ott, ahol nincs helyi bevétel, ott is izgalmas kérdés a másik oldalról, hogy mi van, mi lesz, mi volt a helyi adóval. Az első témakör a települések által kivetett iparűzési adó volt. Az államtitkár elmondta, hogy ebben a kérdésben az az elfogadott álláspont, hogy azon települések, ahol nincs, ott abban kérik a kormány segítségét, hogy legyen e tekintetben változás. Azok a települések, melyek nagy iparűzési adóbevétellel rendelkeznek, pedig azt remélik, hogy a kormány ezen nem változtat a jövőben. Az adórendszer, az önkormányzatok által kivethető iparűzési adó, illetve adórendszer az érdemben nem fog változni. Egészségügy, köznevelés, szociális igazgatás, közüzemi szolgáltatások, munkahelyteremtés. Az önkormányzatokért felelős államtitkár vázolta azokat az irányelveket, melyek az önkormányzati feladatellátásban várhatóak. Az egészségügyi alapellátás színvonalát szeretnék a jövőben növelni, és nagyobb mértékű támogatásról is gondoskodni fog az állam. Ebben sokat segíthet a Jászapátiban is működő svájci mintaprogram. Nulla után a következő legkisebb száma. A köznevelésben is az a cél, hogy pontosítsák a fenntartói és működtetői feladatokat, ezáltal jól áttekinthető, megfelelően működő rendszert biztosítanának. A közüzemi szolgáltatásoknál az az alapvető cél, hogy hatékony és gazdaságos szolgáltatási rendszert hozzanak létre. A szociális igazgatás tervei közé tartozik, hogy az állami és az önkormányzati támogatásokat konzekvensen elhatárolják egymástól. Ebben a megoldásban az állam szabná ki az alanyi jogon járó támogatásokat, az önkormányzat pedig a rászorultsági alapon adható segélyeket. A segélyhelyek munkát, ezt nagyon röviden összefoglaljuk, a közmunka program kialakításával azt szeretnénk elérni, hogy mindenki, aki munkaképes, az 2018 végéig munkához juthasson, és ne jövedelemmódló támogatásokat kapjon. A településeket és a magyar államot is érintő kiemelt kérdés a 2020-ig tartó EU-s ciklus támogatásai. Pogácsás Tibor elmondta, hogy Európai Uniós támogatások nélkül az ország jelenlegi fejlesztéseinek 60%-a nem lenne. Az EU 2020-ig tervezi a kelet-európai országok felzárkóztatását, ezt követően csökkenteni fogja a támogatást. A fenntartható fejlődés érdekében a kormány terve az, hogy 2020-ig nagy hangsúlyt fektet a gazdaságra, így a fejlesztések azon részét, melyet az EU biztosít, 2020 után akár már az állam is tudja finanszírozni. Közös cél, hogy a helyi gazdaságot tudjuk megerősíteni, a helyi vállalkozókat tudjuk segíteni, és ennek kapcsán az ország egy olyan gazdasági növekedő pályára lépjen, hogy saját maga, és nem csak a külföldi befektető által teremtett munkahelyekkel legyen képes a foglalkoztatást növelni. Az államtitkár zárszóként azt is elmondta, hogy 2018-ig a kormány szeretné elérni, hogy minden háztartásban legyen megfelelő le- és feltöltési sebességű internet. Így teljes körű elektronikus ügyintézést lehetne létrehozni. Egészen szép fejlődés.
Elkísértük a jászapáti néptáncos hagyományőrzőket, hogy lássuk, ők hogyan locsolkodnak apáti módra. Idő éppen annyira kegyes, hogy a locsolkodókat ne sújtsa eső vagy szél, de a jó pálinka most is elkér. Nem csak a hideget űzi el, de jó kedvet és bátorságot lel, ki megissza a kis kupicával. Öt év alatt többször előfordult már, hogy próbáltuk ezt a húsvéti hagyományt felelevelíteni így falusi, kisvárosi szinten is. A régi jászapáti néptánc együttes több alkalommal is locsolkodott a városban lovaskocsin, vödrökkel, nagy hideg vizekkel, és most az utolsó két évben a hétszínvirágosok is abba a korba értek, hogy úgy mondjam, hogy meg tudják ezt valósítani, és már most ebben az évben második meglocsoljuk, és hát kis csapatunk itt, a fiúk garmadája útra kelt két szekérrel, és az ebből az évben már saját zenekarunk is van, tehát egy kicsikét megkönnyítettük a dolgunkat, mert az éneklés az egykörűrős kocsink kicsit nehezebben ment, de a zenekarral együtt bátrabbak és magabiztosabbak vagyunk. Húha! Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon. Nekünk táncosoknak ez nagyon fontos, hogy a hagyományok megmaradjanak, és ezért is gondoltuk azt, hogy újra élesztjük. És velünk vannak már a fiatalabb legénykék is, akik a jövő utánpótlását jelentik, és bízunk benne, hogy ők is kedvet kapnak ehhez, és tovább fogják vinni, hogyha nálunk a legények úgymond már kinőnek ebből a korból, hogy a lányokat locsolják. A jászapáti néptáncosok nem engedik, hogy az enyészetté legyen ez a hagyomány. Igyekeznek minden évben meglocsolni azt a lányt, aki eladósorban, vagy ifjú asszonykorban várja tiszta víz erejét, a megújulás örömét. A kapunyitogató nóták után mindenki igyekezett bejutni az udvarba, hogy felmérje a portát, és meglocsolhassa a gazdát. Gyerünk beljebb egy kicsit. A néphagyomány szerint a Krisztus feltámadásáról megemlékező lányokat, asszonyokat locsolták le vízzel a férfiak. Később az ifjú szerelmes legények jártak az eladósorban lévő jányokhoz. És viszont a néptáncosok mondja magát! Jó! A néphit szerint a kútról vett víznek megtisztító, megújító ereje hat a lányokra, akik szépek, egészségesek és termékenyek maradnak az esztendőben. Éppen ezért bőséggel locsoltak az apáti ifjak, hogy sehol ne legyen hiba. Barátaim, csuporra, vederre, adjuk meg a lányoknak az út tisztességet reggelre! Hey, bíno van! Van egy valakinek? Tomika, csapja! Tomika! A locsolás után a vendéglátó pálinkával, finom húsvéti ételekkel és hímes tojással fogadták a locsolókat. Evés, ivás, dalolás és hímes tojás, aztán utcu neki tovább. Mondjad el! Bocs, nem tudtuk, hogy nem tudtuk. Jó hangosan! Kejfölt párnáidról, szép íboly a virág, nézd ki az ablakon, milyen szép a világ. Megöntöttek szépen az ég harmatával, teljék a rükk a szép kuros tojással. Szabad elocsolni. Szabad, ugye, a fejem tetejére. Az évek múlásával a vizet felváltotta a szagos víz, majd a kölni. Így változik minden.
meg persze, ki mit bír elviselni. Azt szoktuk mondani, hogy nekünk nem kellett ezt könyvből tanulni, mert hogy belenőttünk ebbe, és tavaly viszont a saját bőrünkön is megtapasztaltuk, hogy amit a könyvekben leírnak, hogy vödörrel locsolkodás milyen kellemes, mert úgy öntötték eme fiatal emberek a vizet, hogy a fülünkbe, a kicsi sírba fakadt, amikor már azt hittük, hogy vége, akkor még a... Nagyon kreatívak. Tehát nagyon kreatívak voltak, és nekünk az a nagy szerencsénk, hogy harmadik vödörnek a kiengedése után termálvíz jön a kutakból. És melegedik felfelé a víz, és tényleg tavaly nagyon jó idő volt, és nem fázott meg senki. A Jásztánc Alapítvány vezetője, aki a húsvétot még annak népi mivoltában élte meg gyermekként. Az akkor élmények mélyen megragadtak, így szívesen mesélte, milyen volt akkor, közben, s most a locsolkodás szokása. Pártuk a locsolkodókat, általában a várás a legrosszabb a lányoknak, mert nagyon unalmas, és akkor mindent csináltunk, hogy teljen már az idő. És a 70-es években még nagyon sokan jártak, a házas emberek is jártak, csak az idős emberek nem jártak locsolkodni, akik már otthon, mint az öreg gazdák várták a vendégeket, de azok is várták, és az idősebb asszonyok is készülődtek, várták, a fiatal asszonyoknak kellett ugye a legtöbbet tenni a vendéglátás, és a lányoknak meg egyszerűen csak várni. És aztán a 80-as években már még azért jöttek a korosztályos csoportok is, tehát megvolt, hogy jöttek a rokonok, tehát a keresztapák, meg a szomszédok, meg a szomszéd gyerekek, azokat mindet illett fogadni, meg várni, és aztán utána jöttek a legények, vagy az osztálytársaink, és akkor először csak a, mit tudom, ilyen negyedik osztályos korunkba jöttek, de utána meg már inkább gimnazista korunkba jöttek, tehát mikor már aztán teljesen ide szoktam. Voltak is sok, igen, és úgy ugye nagyon sokan most elvetik ezeket a húsvéti hagyományokat, és hogy megyünk ilyen angol, meg ilyen tojáskereső, meg nem tudom milyen marhaságok után, már bocsánat, pedig a mi hagyományainkban igenis, hogy ez a termékenységnek az ünnepe, a tojás is azt jelképezi, a tojás festés is, és az, hogy a lányoknak el kell kelni. De hogyha a szülők nem tesznek semmit azért, hogy kinyissák a kapukat, és mindenki bezárkózik, akkor tényleg a kapcsolatteremtés az hogy fog létrejönni. És hát én azért örültem, hogy a fiúknak van egy ilyen lelkesedése, hogy ami már kezd szokás nagyon megkopni, hogy azokat egy kicsit úgy fellevenítsék saját örömükre, meg a mi örömünkre. Kertföld bárnál is olyan szép piboly a virág. Nézd ki az ablakon, milyen szép a világ. Megöntözlek szépen az égharmadával, de elég talít a szép piros tojásra. Haj, amíg mi vessen lemaradt. És ahogy lenni kell. Evés, ivás, danulás, hímes tojás, no meg itt egy kis táncoltatás. Alig pihen meg a fáradt és szomjas férfi nép. A kocsi zötyög tovább, hogy még több leányt és nénikét sikerüljön meglocsolni, a szép ünnepen megtisztelni. Kicsit remeg a lábam! Köszöntöm a szent ünnepet, s a ház minden lakóját! Kívánom, hogy vígan töltsék ennek minden óráját! Vagyon itt három szép virágszál, aki tudom öntözést vár, mert víz nélkül minden plánta úgy gondolom elszáradna. Noti cimboráim, csuporra, vederre, adjuk meg a lányoknak a tisztet a reggelre! Ez a tavaszi ünnep igazán vidám, színes és ízes szokás hazánkban. Minden területen másképp, de sajnos egyre kevesebben ünneplik. Jászapátin viszont még akadnak olyan hagyományőrzők, akik tovább örökítik a húsvéti locsolkodást, nem engedik sem a lányokat, sem a helyi szokásokat átmegolni.
Arról még az ősszel beszámoltunk, hogy Jászapáti futballcsapata a második helyen vonult téli pihenőre. Azóta természetesen megtörtént az alapozás, és a tavaszi pontvadászat is elkezdődött a megyei bajnokságban. Húsvét előtt azt a Rákóczi falvát fogadták Csőkebencék, akiket ősszel is legyőztek saját pályájukon. A nyitónapon elszenvedett vereséget 3 győztes meccs követte, és ezt a húsvét előtti bajnokin Rákóczi fal ellen kívánta folytatni a foci csapat. Már az első félidőben történt 2-0-ás vezetésüknél látszott, hogy ez nem nagyon ütközik akadályba. Be is igazolódott a második játékrészben, hiszen egy negyed óra alatt lefotiszták tiszántúli ellenfelüket Apáti focistái. Először a becserélt Bagi László elputásából, Csőke Bence közreműködésével Kotula László találta kapuba. Majd ismét Bagi Csőke összjáték végén Benedek Nándor növelte 4-re a gólok számát. Illés Levente pedig becserélése után rögtön a tavaszi szezon legszebb góljával hálálta meg a bizalmat. A pontot az ére, szöglet után kiskapusi Balázs tette fel egy fejes góllal. Jászapáti Rákóczi falva 6-0. A kiütéses győzelem után természetes, hogy Illés Levente nagyon boldog volt. Hirtelen jött nagyon, egyből a második labda érintésre sikerült bevágnom, nagyon örülök neki, és nagyon jókor jöttem be tényleg. Ehhez persze az is kellett, hogy Bagi László jól termelte középre a labdákat. Ösztönöztem magam, hogy erre törekedjek, és megláttam a lehetőséget, bepasszoltam, utána Csőkebenc átadta Lacinak, és ő berúgta. Mindkét játékos nagyon boldog volt, hogy ők a fiatalok is szerepet kaptak, és ezúttal ez gólokban is megmutatkozott. Szerencsére lehetőséget kapott ugye mindenki, és szerintem mindenkinek sikerült jól beszállni a mérkőzésbe. És hát még ugye gólokat is szereztünk, például Laci is, Bagi Laci is, nagyon jó szállt be én szerintem. Akartunk, hajtottunk, ugye küzdtünk, és ennek meg lett az eredménye, hogy Illés Levente is ugye gólt lőtt, jókor jött neki, de ugye nekünk is, hogy passzolgattunk, akartunk. Leventének édesapja Illés Péter egykoron NB2-es focista volt. Szerinte ez előny számára. Nagyon nagy előny, ugye tud segíteni is mindenbe, segít is, és ugye hát a meccsekre is át szoktuk mindig beszélni. A 6-0-ás győzelemmel megerősítette a második helyét a labdarúgó csapat. A fiatal focisták bíznak benne, hogy túl kevén is sikeresen szerepelnek majd. Remélem, ott is kapok majd lehetőséget, aztán hát ha az ég is úgy adja, akkor hát ha sikerülne még egy gólt. Annyira nem ismerem őket, mert úgy még nem játszottam így felnőtt csapatban ellenük, de remélem ugyanezt a győzelmi formát tudjuk hozni, amit itt produkáltunk. Turkevén a következő szombaton, azaz április 11-én lépnek majd pályára Bagi Lászlóék. Eddig az Apáti Hírmondó ezen a héten. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tudják, hogy ezt az adásunkat is egészben láthatják a Jásztrió Televízió honlapján, illetve figyeljék híreinket, információinkat Facebook oldalunkon, jövő héten pedig friss hírekkel jelentkezünk. Minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki Reklámstúdió készítette.